világos csaván lakunk, és ott nem Dunavízben a hálózomban. Ja, aha, hanem... Ti Dunavizet isztok. Aha, és ott az, mi van? A Dunavizét iszt, a saját vizét iszt. Hát iszta. Nyilván, igen. Nálunk izé van a úgynevezett Gödöllő és Sóderdom, tehát amikor még a Duna több száz évvel arra tekergett, ott lerakott sok-sok löszt meg sódert, tehát mi onnan kapjuk a vizet. Szara kávé, mert félre ment. Visszaviszem ezt kintre, mert kint hasznosabb szerintem. Van. Van egy fej hozzá. És mi van a bagbe? Hát a barom. Ja, a vázat meg. Gondolom ruhán kívül most ide más nem nagyon kell. A sisak. Mi kell még ide a ruhán kívül? Más nagyon nem? Semmi. Életbiztosítás. Ja. Az mindenképpen. A cungival mész bárhol, az nem állt. Mert? Alába küld. Igen? Állap. Ez jó. Segítsek valamit. Látom, elverdődsz. Na, ja, és az? Az majd lesz helye neki. Tudod, két éve volt egy balesetben, összetörtek autóval egész egy csont. És van egy ilyen biztosítási ügynökség, akik a biztosítót megrúgják, megrúgdossák. Jó, mondtad, igen. Na, kaptam 450 ezer forintot. Gratulálok! Fél év után, érted, aláírtam 216 ezer papírt. Csak? Hát ennyit. 600-at igényeltünk, de 450-et kaptam. Aha. Mert az 25% az ő kezelési költségkönyv. Azt a hát, figyelj, ha 1 milliót igényelsz, most buktál. 250-et buktál. 750-et kapsz. Ha 1 milliót. Tehát, hogyha bármilyen... De legalább kapsz valami. Tehát, ha bármilyen biztosítás jelenség volt, mert oda a biztosító nem fizet, meg nincs arra se időt, se energiát, se tudásod, hogy küzdjél velük. És ők meg megküzdenek. Ők meg ezért van. Két éve volt egy balesetünk, érted, nekem csak szegcsomtör és Gergőt, meg volt meg a fúgy. Jött a Mellék utcába az öreg bős csepkémás. Az autók totálkál, én mentem a baleset ide mentővel, meg a Gergő is. De túlértük, ez a lényeg. Most nem. Lesz majd gyorsan a gondolás kenyér. Jaj, csak nem! Na, hát adom én ki. Soha életemben nem lettem még. Ne is egyél, ne is egyél. Ez egy saját találmány, érkeztem, nem szendvics, hanem rá van sütve a kolbászkarika. De mi van akkor, amikor fordítod át? Ezt kellett kérni. Na, hát ezek a nagy dolgok. Itt a nagy mellé túló. Három év. A fél hétűvel kéne innen. Én itt vagyok, vagy nem. Szó szerint dolog. De lehet átmenni inkább a meleg szobában. Érdekesség. Két fotók mennek itt. Igen. Hova lesz leadva? Az FBI-hoz, vagy a KGB-hez. Amelyik többet fizet majd annak. Jó, KGB. KGB már unja, érted? Na, megszűnve. CIA is unja. Bizony. Akkor az volna a legideálisabb, ha én fölcuccolnék oda? És akkor senkinek nem vagyok a... Szokásának a... Csinálj helyet. Aha. Én itt alszok. Hát amíg fiatal vagy tudsz ilyen létrákat mászni, meg... Jaj, persze. Ja, meg majd a 31-et a Zsuzsa is jön, és ő meg akkor... Melletted alszik, nyilván. Vagy én fölmegyek. Vodkát fogja boldogítani. Jaj, cungja, bazeg. Nem lenne kikire találni, bazeg. Góci befekszik. Kutyával? Küldjük hozzád, hogy a kutya ugorja. Na, majd azok én annak a kutyának. Egy jó nagyot.
Ja, azt mondtad, hogy szereted az erősetekben van. Az erősetekben van, hogy egyébként hoztál? Mit gondoltad? Hogy rád bízom lenni. Azt tényleg. Avas, nézd meg ilyen avas paprikákat. Végig. Végig van. Nézd meg. De nagyon jó az. Igen. Semmi baj. Prostata gyógyszert kell szedni, vagy megelőzésre. Nem gyógyszer, hanem megelőzésre. De mondom, ne, nem, jó, majd elmegyek, mondom, megnézhetem a prostatámat majd, hogyha lecseng ez a Covid, megnézhetem, de én nem. Hát mondja, ott ugyanúgy kell vitaminokat is szedni, mert hogyha az ember sokáig van a hidegben, akkor ahhoz kell a vitamin. Mondom, én minden hónapban legalább 8 órát vagyok a barlangban, ott nullához közeli hőmérsékleten nem szedek vitamint, még sincs semmi bajom, nekem vitamint se szedek. Úgyhogy mondtam, hogy nem, egyenlőre köszönjük, nem kell. Hát, kell mindig. Sok gyümölcsöt kell enni. Igen, azt mondtam, én eszek gyümölcsöt. Gyógyszer rögtön már. Ez olyan tejszínes torna.
Nézd meg. Orosz tej. A régi szép időkből. Ez te az. Lehet inni. Gyere, mert megeszem a kolbászodat. Csipős. Debreceni. Debreceni. Még egyet megeszek, annyi még biztos. Húzókastrigulát, Góci. Tudjál róla, írjuk. Nagyon dégyenetem vagyok, mint a gonoszok. Van még Debrecen, hogyha nagyon kell. Na, Magyar bácsi is kidugta az órát. Jó még, ha megyem, akkor majd kiderül. Tegnap kimaradta a jóból a halászlé, Zsuzsaféle. De este, amikor hoztatok, megkóstoltam, valami bálnát tettem, mert olyan sok szálkája volt. Az volt a jó benne. Komolyan, mindenféle tabletta nélkül az meg, tudod így, ja. Végre erre fölver. Otthon már tablettával kell aludjál? Hát van úgy, ez már régen, de most hallható. Volt úgy már. És mihez szedsz még tablettát? Hát... Rád gondolok, akkor biztos, hogy el kell menjek egyet. Korán reggel, ne így udvarolj. Gergő nem aludt olyan jól, ahogy hallottam. Nem, majd, majd a ballamú megszopatom. Ki fog mondani? Majd a felszínre megpörgetem a ballamú. Hát nem lesztek bent túl sokáig, ahogy hallottam a Gergőt tegnap. Hallod? Majd visszakapod a felszínen. Ott van a vége. Szinte kajultás. A bontásnak úgy értem. Mai munka nem lesz nagyon kurva hosszú. De tényleg nem lesz kész a kaja, hallod? Hát, elnézlek téged. Vélem, mert leszük a rájárba, úgyhogy... A borjon kicsit több idő kell. Ja. Ki csinálja a kaját? Mogyak? Hát figyelj, rákényszerültünk a modellet, most tudsz jobbat? Hát rábasztatok.
Akkor lehet, hogy aludni fog délelőtt. Azt tudni. Visszafekszem érde. Leapadt. Jó Istenem. Előbb ilyen rompad belőle. Nagyon pocok. Mi volt az? Milyen adás jött? Milyen adás? Érlem, hogy falva, hogy mi... Ja, az kurvára. Akkor a házfalra milyen adó jön be itt? Befolyt, ráhajtom falba. Az délután már lefeküdtem aludni. Itt is három fok volt bent a suliba. Hát elhiszem, hát mikor nem volt ide begyújt? Két volna, hát kiújtjuk. Múlt héten voltam ide át. Csak szétnézni. Így hetente vagy két hetente átjövök azért. Most kivel amit találkoztál? Itt senkivel. Én csak jobban a hűtőt nézem meg, érted, hogy ne jött valami üzei baja legyen, vagy valami. De hát ugye múltkor is, mikor elmentették, hát elérte a üzei villanyotokat, úgy hagytátok a belső szobában. Milyen belső szobában? A vetítőben. Vetítőben. Akkor egyszer még, mikor jöttem nyáron át, azt mondtam neked, hogy nem tudom ki lehetett itt, azt mondja, ti nem voltatok itt. Hát ott volt a joghurt, a kakaóstály ott volt kiborulva az izére, az asztalra. Azt biztos a szungja volt alatt, de normális de ember ilyet nem iszik. De ma olyan üdös volt, tudod, nyáron. Ha nem? Hát, én sem iszok ilyet. Igen, de a joghurt az a borzalmas. Oké, itt izéje voltak még ilyen kafír, vagy mi az Isten. De mondom, hogy a kakaóstály, ilyen fejlíteni zacskó, ki volt odaszva, olyan büdös volt bent. Brutális. Hogy akkor ki volt itt, én nem tudom. Hát lehet, hogy részeg voltam, vagy titokba ide eljöttem. Lehet, hogy igen, Cunge felhozott ilyen joghurtozókat. Igen. Titkos joghurtozóit elhoztam, tudom. Biztos van neki ilyen. Sajokkal itt joghurtuk. Meg kakaóstály. Régen volt a tévé, a Kakaó Bár című műsor, ilyen gyerekeknek. Úgy a bárgyú volt. Most mit tettél be reggel, Gergely? Nem, csak volt még annyi parázs. Még volt annyi? Aztán raktam le ilyen vétel. Az Isten. Darabkát. Hát bezzeg oda át, meg nem csináltál semmit. Nehogy nem rúgdostalak téged, nem elégy? Ja, hát azt éreztem. Ne panaszkodjál. Isten itt neki. Nem hagytalak cserben. Hihetetlen csávó. Annyi hangzott el kettőnk között, hogy szia, meg szia. Komolyan? Ennyi volt az összbeszélgetésünk. Ah, nem semmi. Érted? És akkor... Hát én azért többet beszéltem tegnap, szerintem, amikor jöttünk lefelé így. Be nem állt akkor... a szám, hallott, tehát így... Gondoltam rá te egy ilyen vagy, egy hogy kicsit, érted, és mondom, ma Cunge leszek, hallod? De sikerült. Na aztán írt egy féloldalas szabdolgozatot. Mi van már? Erika írógépen lepötyögve. Hallottozok. Geológus diplomával, érted, annyi helyesírási hiba van benne, hogy érted. Tényleg? Gócit elnyomja a hegyi levegőt. Az a halál. Kijön, hogy mindenig alszik. Nem tudnak megírni. Tudod, ki volt ilyen? Az Írsei. Nincs az Írsei? Most találkoztam vele az ősszel. Az az ember, az nem semmi. Tehát érted, így... Tehát, a nevét hallottam, de nem, sose tudtam. Ne? Az Írsei? Ne ügyes ki. Nem, hát nem. Tehát a legjobban nyomuló, érted, ilyen barlangi búvák. Ember az amforában volt, tudod, hát van is még így. De az egy mondatot nem bír leírni. Komolyan. Tehát hiába... Tehát így tolulnak az agyába, érted, a gondolatok, érted, hogy mit kéne, meg hogy kéne leírni, egyáltalán nem bírja, sőt, megfogalmazni se, tudod. De engem kért meg a múltkor, hogy írjak neki valami ilyen beadványt valahova, tudod. És nézem, hogy... Na, mondom, senkám, ez három mondattal így el lehet mondani. De... Jó, jó, nem baj, hogy írd meg, légy szí, tudod. Tamarist ismered, ugye, Kardos László? Hát hallottam róla. Hát annak megérted, egyrészt beszélni nem tud, nyökök. A
helyesírás olyan értett, hogy általános iskola mínusz alsó ötödik, olyan volt, ugye, és írt egy könyvet, a 10 könyvből megírta a 11-et. Igen. 10-et írt mellette? Nem, ő a 10 könyvből megírta a 11-et. Igen, persze. Rágium, így van mondott. És a bátyó szól, hogy te itt van a Maris, idatta nekem a izét, ezt a könyvet, hogy lektorálja, vagy nézze át helyesírásod, helyesírásban. Hú, mondom, bátyó, fogadd el, hogy ez eltűnt nálad a kuplerájban. Megmentettem a jövő érdekében. Igen. Most már neked ez a villanyszer soki, az se szabad már használni. Nem lehet használni. Nem szabványos. Csak ezt a vagót lehet használni. Melyiket? Ezt vabó. A vagót. Vabó. Vabó. Képzeld vabó. Egy ilyen, vabó. Inkább így mutatom, van egy ilyen két kis lemezke, hogyha betolod az vezetéket, akkor így bezár. Ja. És onnan már csak csipőfogóval tudod kiszedni, vagy benyomsz érte egy kis pingú csavarhozót. Tudom, ezt anyáztam már egy párszor, érted, hogy az Isten faszának nem tudtam kihúzni belőle. Hát ezért. Igen. Hogy hívják? Vagó. Vabó. Vabó. Igen. Vagó. Vagó. Varga. Aladár, Béla. Géza. 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 És Olga. De van a sima, meg a csatos vagó. A csatos vagót az ki tudod oldani utána, az bármi. De mi ebben a poén, érted, hogy bedugom és utána nem tudom kiszedni? Mert az olcsómik változata, a bedugós. Megveheted a következőt. Igen. A csokit azt kiszerelted és vitted a következőt. Jó, de azt már nem fogadják el, már nem szabvány. Beszarok. Meg a csokira annak idően úgy mondták, hogyha hétfőn beszed, megszerelted a hálózatot, akkor egy hónap múlva menjél végig és húzzál meg minden csavart. A kötéseket úgy csináltam, hogy volt egy ilyen kis kúpos műanyag és volt benne egy rugó. De azt sem szabályos már. És ez pedig akkor 3-4 vezetéket. Amerikában például úgy van. Tehát az ilyen rugós izé, egy ilyen kúp van, benne van a rugó, és akkor így fogod, így rátekered és kész. És akkor azonnal és az ki nem jön onnan. De bármikor szétszed. De bármikor hitől szed. És tudsz beletenni 4-5 vezetéket, vagy 6-ot egyszerre. Az valami jó dolog. Én nekem úgy van megcsinálva. De az Magyarországon is van ilyen? Volt, de már nem szabványos. De már az sem szabványos. Már elavult, úgyhogy oda is már csatos fogó. És itt most így van átszerelve az egész? Nem, itt már részre van áthúzva az egész. Csatos fogók vannak. Részre. Hát annyi izét kiszedtünk ide, alumíniumot. Hát meg még a régi Bergmann csövek. Abból vett az autót, nem? Nem, azt másból vettem. Ezt kölcsönből vettem. De hogy ezt ti csináltátok, ezt a részét is? Az egészet. Az egészet áthúztuk az egész vezetéket. Aha. Kihúztuk a régi alumínium vezetéket, hát most az a terv, hogy pénteken, szombaton régi koax kábeleket leszedjük, kihúzzuk, padlás dugig van, még kábel TV vezetékekkel. Mi volt ez előtte? Ez előtte egy általános iskola volt, ez volt az egy tanterem, hogy elsőtől nyolcadikig itt tanítottak. Ez egy tanterem. Nehéz. Ott volt a hátsó részen a rajztábla, ott ült a tanárnő, ahol most a szódás izé van, azért van ott kikopva a padló is, érted, és akkor itt ült a kis cigány gyerektől kezdve a sváng meg a tót gyerekig mindenki. Akkor még nem volt szegregáció, nem volt politika. Ez egy tanterem volt. És akkor utána közvetítették, ahol a konyha, a vetítő, meg a imaterem, az volt a szolgálati lakás. A Joli néni lakott itt a almás írdőket. Mert azt inkább el tudnám képzelni tanteremnek, mert az, volt az egy tágas, nagy, az egy világos. Lakás, két szoba összkom. Tehát a fürdőszobát azt meg utólag tették hozzá. Érdekes. És akkor a falunak a közkutya volt ez a poharaskút, amiről még van fotó, hogy ott volt, aztán ezt megcsináltuk jó tizenvalahány éve. Hát és akkor ide bekerültünk, meg összeismerkedtünk a területnek az egyházügyi képviselőjével, a Juhász Attila, az meg lent lakik Szent István nevi faluban. Ő csak itt templomokat, egyházi építményeket felügyel társadalmi munkában, és akkor mondtuk, hogy hát szeretnénk itt megaludni, hát tessék, itt a kulcs, érezzétek jó magatokat. És ennek fejébe ingyen van a víz, a villany, a csatorna, kutyaszar. Tehát egy fillért nem fizetünk. Még ez a barlangászás, csak úgy. Hát érezzétek jól magatokat. Fogta magát, azt mondta, hogy annyi. És nem fizetünk se vizet. Hát ez már 15 éve, 20 éve. De ennek fejébe kimeszelünk, villany szerelünk, vizet szerelünk, vakolunk, füvet levágjuk. Terve van véve, hogy majd a kerítést is újra festjük. Engem rángat szállandóan. Ismerlek.
rossz pénz. Figyelj, ugyanez van fönn, tudod, Dunalmáson is, hogy ott na, a kurs. Na, azt hagytad be azt a Dunalmás. Hát figyelj, annak olyan az állapota. Na, csókoló! Megjött a legszebb lány. Sziasztok! Ezer éve! Igen, ennyire megy az idő, látod? De jó, Csabikám! Sziasztok! Levente! Forgony Andrea, szervusz! Mi van veled? Hallom, hogy valami ízé, nem kapsz levegőt, meg ilyen fasságok vannak az oltás után. Kocsmába összeverekedted kis Bartát a fejemhez vágták, utána a sebész ráncfelvarrást csinált a kesztyűs kézzel. Nem, volt itt egy pötty, aztán azt leszedette. Jó van. Hoppá. Összeneveztetek valamit. Nem jutott áll arra, hogy ilyen rendben jó. Én kellettem kinyomatta a szövőnyét, és majd jövőre elviszem orvoshoz, hogy... Szia! Szia, csak! Hello! Kellett egy jó tévéfelvétel ez, hogy levegyék, úgyhogy a bogyakát. Szia! Három bajocsomot halász mindenet. Ez ezt tudod, hogy valamit. Jó. Na, látod-e? Szia. Ezt kis Baltát a fejedet. Fejbelül, de volt. És hogy nézett ki ez a rész itt belül? Hát vakolt plafon. Ott a saromban már. Ahol látod azt a foltot, ott már kezdett, ott beázás is volt, ott már kezdett leszakadni a vakolat. Itt sima padló van, talaj, föld. Hát hideg, ide azt a Gergő lerakta ezt a szőnyegpadlót, azóta egy kicsit kultúráltam meg melegebb. Na, kutyus. Meg ki van kófa, érted, a tanári szék alatt is a padló, meg ilyenek. Aztán most Vanessa-val le van szervezve, hogy az ablakokat kicseréli, legyártja új ablakokat. Ide fölrak majd egy esőcsatornát, mert látod, itt már izé van talaj. Tehát a kelti talaj. Gondolom, ezek az ágyak se voltak. Nem volt az ágy se. Hát úgy, amikor ide kerültünk, akkor izé volt. Padlón aludtunk, hálózsák, polifon, meg gumimatrac. Aztán kitaláltuk, hogy csináljunk egy ágyat. Megterveztem, összeraktuk, és jól érezzük magunkat. Benne. Vannak fényképek. Az iskola. Van még. Csaba még van egy szál debreceni. Andinak nem adott meg, vigyázz a vonalaira. Megreggeliztünk. És a barlang révén lett kapcsolat itt a helyjel. Igen. Tehát előbb a barlang látogatása. Hát a 70-es években kerültünk ide először, és akkor itt is ragadtunk. Most készül a riport. Néhány keresetlen szólt a mikrofonba. És akkor itt a falubeliek elfogadtak, tudomásul vettek, megértek, hülyék, nem baj. És akkor ezt meg kisajátítottuk már lassan maguknak, ezt a házat. De hát itt füvet levágjuk, vakolatot csinálunk, fát azt megvesszük, azzal fűtünk, tehát vesszük a helybeli fát helybeliektől. Mert fűtöttünk itt pozdorjában, bútorlappal, mindennel, ami úgy akadt. És a barlang miért érdekes, vagy miért volt érdekes? Hát azért, mert egyrészt itt van ez a forrás, meg a barlang, a forrás barlangot napi 3-4 ezer köbméter víz jön ki tón a hegyből. Közkeres volt, tehát rendészeti igazgatóság, mert csak szület, havi 150 ezer forint, én nekem 4 gyomrom, éjjel 2-től a körúton a villamoson felé vesztem a hajléktalat, meg a belost, aki már így a fáradtságtól látszik, hogy van egy egyet 350 forint, hogy az ő gyom lesz, nem lesz ide. Miért, ha többet fizettek volna, beveszi? Nem, ugyanannyi. Hát nem csak már, hogy azt mondta, hogy annyiért nem. Hát annyiért nem. Nem csak a fizetés, hanem az emberi, tehát az a felfogása. Nem, meg van, ami most, hogy megvan minden fordulva, tehát a rendőrnek semmi joga, nincs a bűnözőnek annál több. Igen. Hát volt egy, amikor pont a gyerek volt szolgálatban, és akkor azt már neked meséltem. És akkor ki hívták őket segíteni, mert egy rendőrnő volt a párjával szolgálatban, és nyilván a nők azért nem számítanak teljes értékűnek szerintem, nem, csak nem bírnak annyit, mint egy fél év, azt gondolom magamról is, meg hát senki nem mondja, ne gondolja magáról, hogy ő ér annyit szerintem, tehát erőbe is, meg semmi. Nem hiszem, na mindegy. És volt egy, nem cigány egyébként, Daróczon, valami kábszeres. Tehát valami olyasmit szedett be, amitől nagyon bátor volt, és verekedett, és agresszív. És akkor dobált, már bútorokat tört, már mindent, és akkor kívták a rendőrséget, de mivel a rendőrnő volt a párja, hát erősítést
kértek, és akkor hát pont ugye az én fiamok voltak itt a legközelebb, mentek segíteni, és azt mondja, hogy meg még ketten, a lényeg az, hogy hogy alig tudták lefogni négyen, össze-vissza rúgdosta őket, tehát itt kvázi az összes lábszáruk csupa kék volt, mert össze-vissza rúgdosta, tehát nagyon erős volt, nem tudom, miféle szer volt az. És akkor a rendőrautóba... Kokain, vagy olyan nem tudom, valami legális szer volt, ami... Legális? Igen, vannak ilyen legális, hogy össze-vissza kevernek mindent, beszipózzák, és akkor teljesen nincs tőle. Mindegy, nincs a listán, az a lényeg. És akkor berakták a rendőrautóba hátra, ilyen megbrincselt kézzel. Az volt az első, hogy valahogy megfordult, kirúgta a rendőrautót a másik oldalon. Na, akkor beugrottak mellé két oldalról a két erősebb rendőr. A fejét... Tényleg így... Az a szörnyű lehetett ezt. Egy film, tudod. A fejét, az benyomták a két ülés közé, két első ülés közé benyomták a fejét, és rákönyököltek. Mert egyszerűen annyira... Tehát olyan erős volt, hogy dobált őket széllyel. Így rajta könyököltek, és akkor az én fiam, még akkor kezdett még itt szolgálatba, és még nem volt neki meg ez a pávos. Tehát, hogy volt jogosítvány, de még nem vezetett rendőrautót, mert nem volt meg egy az a vizsgája. Na mindegy, de beültették, mert nem volt mese, mert a többieknek, az erőseknek, az öregeknek tartani kellett. Úgyhogy beültették, azt mondták neki, nyomjad Marci, kövessdjük ugye villogóval minden, ne 120-szal. Na ott ugye ki a rendőrautóból, hát ott is össze-vissza rúgdosódott meg, mindent csinált. És akkor az volt a lényege, hogy valamilyen úton, módon, valamelyik rendőrnek a bakancsával találkozott az orra. Aha. Valahogy. Valahogy. Hát a nagy akármibe. Na a lényeg az, hogy onnantól kezdve vérzett az orra. Mentő, gyorsan, sürgőségi, Miskolc megyei kórház, röntgen. Egyből, és akkor jöttek a mentősök, hát össze-vissza, akkor is csapkodott. Akkor lekötötték, rákötözték az ágyra, ugye lekötötték, és az én fiamat ültették be mellé. Ajaj. Mert ő volt a és akkor utána szirénázva a rendőrautóval, lehet, hogy előtte is, na mindegy, és akkor a társa, akivel volt, azt mondja, egész után az, hogy úristen, Marci ott azzal a bolonddal, úristen, csak bajod a legyen. És akkor így, hát szerintem elől is, mert biztos az erősítés, meg hát minden, és akkor elengedték. Elengedték, ja, megröngenezték, nem volt semmi sérülés, elengedték. És akkor utána, nem tudom hányszor kellett, katonai ügyészségre, nem tudom hányszor kellett menni Marciéknak, bizonyítani, hogy ők nem verték meg, hanem még ők kaptak meg, ők. Igen. Tehát azt mondom, hogy az igazság. Tehát ez a hatóság elleni erőszak. No, de mivel ő neki vérzett az orra, meg... Hát elesett. Látom. Tehát ilyenkor nem hát az van, hogy a bakancsal találkozott, tehát beesett annyira... Agilis volt, elesett, de... Rendőr volt, de akkor már éppen leszerelt. Tehát már épp ott volt, hogy pár hete szerelt le, és akkor szóltak neki is, vagyis én költöttem a gyereket, mondom, Marci, láttam a gyilkost, ne csináld már, ezzel el kell ébrednem. Na, láttam, hogy csináljak. Mondom, most ha a rendőrségnek szólok, mire az kibogozza, ki tudja, hova lesz, mondom, szólj minek, az meg a ősparancsnok ugye volt neke. Rögtön szólj neki, hogy én láttam, és akkor jöjjenek ki, és ott megtalálják. Mert azt tudnék, egész éjjel keresték, csak hát bújdokolt. És na, szólt a gyerek, ezt mondták neki, hogy jó, akkor ő is segítsen már be, mert ő tudja, ott lakik, és tudja, hogy ott hogy vannak a kis utcák. Mert minden is volt ott egy barlang, egy kőporos barlang, ami szedték ki a kőport. Azt házfalra vagy valami, és akkor lett belőle egy ilyen kis üreg, és aztán berendezte valaki magának ilyen nyári szállást. Tényleg? Aludt, igen. És én azt gondoltam, hogy oda bújt be, mert az ott egy olyan kis védett hely, hogy oda bújt, és mondtam is a gyereknek, hogy akkor tudod, hogy hol a kis barlang, majd akkor oda vezesd őket. Na és akkor az volt a lényeg, hogy mikor jöttek, akkor már neki szóltak telefonon, hogy amikor ők jönnek, megálltak ott nem tudom hol, és akkor elkezdenek futni, mert hogy gyorsan kell futni, nem tudom. Akkor, de még nem volt sehol a látható, akit meg el kellett fogni. Lényeg az, hogy mondták Marcinak, hogyha majd kibukkannak ott a domból, akkor ő is már kezdjen el futni előre. Na és akkor meg majd futnak utána. És akkor a helyi rendőrség volt, meg a Miskolcról kivezényelt keresők. Tehát nyilván nem ismerték úgy egymást, csak hát egybe voltak, de mégse egybe. Na és akkor bevágott a gyerek a gazba, a rendőrök utána, a keresők meg ugye hátul futottak, de közben előre jöttek, azt látták, hogy a gyerek előfut, elkezdtek ordítani, hogy állj meg, azt hitték, hogy őt kell megfogni. Azt mondja a gyerek, hogy mikor ő arra rájött, hogy őt üldözik a rendőrök, ő neki olyan
rossz érzés volt, hogy most mindjárt leütnek, de hogy nem tudom, hogy miért nem tájékoztatták a volt kollégáit, a keresőket, igen. Hogy majd jön egy fiatal ember, és akkor fog igen. Na, de segíteni. Úgyhogy azt mondja a gyerek, hogy anya, már az életemért futottam, hogy nem tudom, hogy és akkor valamelyiknek eszébe jutott, hogy valamelyik, mert ugye kiabált, a srác csak kiabált hátul, hogy állj, azt mondja, állj meg, bizony, nem tudom, hogy miket kiabált, és akkor valamelyiknek rendőrnek csak leesett, hogy hát ő velünk van. Ja, és akkor végre. És akkor azt várta, hogy mikor ugnak a nyakába. Hát, hogy elvig érted simán. Ez kemény volt. Egy gyilkos, tudod. A Marcit nem fogták meg. De hogy fogták le a tettest? Azt aztán sehogy, mert addigra ő már átért, mert végül is kiderült, hogy a ballang már be van omolva, tehát az már használhatatlan, és akkor felment a gerincen, és vissza a másik oldalon, és hát ott melyen cigányházak vannak, és ott bújt meg valahol. Mm-hmm. Nem, valahol feladta már magát, elfáradt. Elfáradt? De komolyan, egész éjjel hajtották. Aha. Tehát egyik háztól másik, és akkor ordítottak, csörömpöltek, mi is hallottuk, mentek, világítottak. Tehát azokon a helyeken, ahol megbújhatott, azokat ők már tudták, és akkor oda mentek, és akkor kiabáltak. És akkor tehát az az érzés, az üldözöttség, az a stressz, az idegfeszültség, azt nem bírják. Tehát egy idő után az kész, igen, úgyhogy feladta magát. Érdekes. Ja, de ez mondom, így az össze... Jaj! Hát vagy rakhatod ide a... Kutyát nem eszik meg, hogy valami? Fatárolóba is. Hogy? Várjál? Hát ha van a fagyóba helyzünk. Ez meg egy kémény kotró szerszám, amikor... Tehát így megforgatjuk a kéményben, és akkor ezzel pucolom a kéményt. Mert a kémény seprő az már nem koszolja össze a kezét. Hát ez a mit akarsz, kémény csöpő? Majd a Zsuzsánnál. Hoztam egy fányás komposzt a bátyói. Majd ti térképeztek, én nem mehetek most a sisak miattod. A mér, hosszok meg. Hát hosszok meg az irányszögeket kell menni. Persze. Meg még a végén létesítünk egy... Én tehát a fix pontokat tudom, hogy hol van, illetve el tudom mondani. Jó, de utána még ameddig most ugye biztos, persze. Hogy végén nincsen. Levezetek ki dolgokat, megy be minden a vetítőbe. Szerintem a fűrész is ide kell. És megy be még az a vodkája, az a bor. Akkor minden szakanyag. Mi? Ja, akkor még ezt se visszük. Na, még annyi. Ez is így mehet be a vetítőbe. Két kaminajtó. Na, többi az már marad.
van itt forgalom, ugye? Nem tudom, melyikbe van. Oldártár kell, nem tudom. Fajtósba. Másikba. Bocsi, akkor vasat is jöhetnek innen. Vannak a vasak. Nem itt vannak? Itt hát a vas az ott van, meg a bögyön. Hát azt nem tudom kinyitni. Más itt nincs. És ez nem fatároló, vagy ez de, ilyen? De, de, meg egy kemence van. Szép. Fajtós van, bödör meg mindent. Van még? Hát szerintem még esetleg egyet hozzá. Jó, kell mondani, kár. Mert van. Három. Négy adunk. Aranykot tűnni, te is miért tűnik? Jó. Piknik kosár is van. Van. Hogy nyom? Az a süteményes. Szuper. Az a süteményes. Nem mindenki vehet belőle. Majd én fogom a kutyát, vagy... Igen, fogod. A süteményes. Jó, de hát havas a lába. Ha oda, hogy fogom? Hát akkor te úgy alá. Ide lejössz, jó? Belülről ezzel a gombbal, nem? Mit tudom én, mivel működik ez? Van, hogy így? Van jobb, meg bal. Látom. A másikra ide áthúzod, akkor meg a jobb oldalit is tudom. Ugyanúgy, ugyanazokkal a gombokkal. Ezzel a fentit legyen egy vár. Ősúrvára. Lélekjük is van. Érdekes vár. Hát tegnap este jöttünk igazából, vagy délután. Úgyhogy nem néztünk. Sok mindenre nem volt idő. Ja, hogy ide nem olyan rég hozták.
Megálljunk, akkor ott kérdezni. Hát, ha itt vannak. Mindjárt a kerítésen belül ott lesznek lent jobbra. Van itt kint, igen. Polgár Tanyai Őrház. Ja, igen, láttam. Jó napot kívánok! Látják magukat? Vagy kapnak ennél külön? Kapnak, én a London is egy lakot. Nem jön, hogy meg tápogatott lakmus, kikor is tápogatott. De nagyon-nagyon kaset isnek. Még mindig van egy kevés mak. A makkot is szeretik? Olyan. Alig le se jött egyet kell alkni. Még a dámokodok, azok is hatalban. Nem tudok. Aha. Állandóan nyövésben van. Nem úgy van, mint a szarvas ugye elhagyják. Azok is utána egy bizonyos idő után visszafejlődik, akkor mindegy egy ágon kevesebbet hoz. De az öreg bikák. Az öreg bikák. Meg aztán a nyársas is lesz nekik, vagy mint gyilkos. Az a kicsik kicsik valami. Kicsiknek. Kényszer gyilkos. Vagy amikor rosszul fejlődik. Ja, a gyilkos az, amikor nincs ilyen ágas, hanem csak egy ilyen egyenes, és beleszúr a másiknak a fejébe, mert nem akad meg. Inkább a hasába. Alszanak, most nem dörög meg. Nem dörög. Ja, szoktak? Nyáron 10 alokkal elkezdi. És szaladnak itt a letökén, vissza-vissza. Zavarják itt, hogy már kis. Ilyenkor télen is? Nem. Télen, akkor csend van. Nem ilyen. Macska, meg van még? Még van. Mikor jöttél reggel? Reggel. Hát annyi, hogy szerintem én fölveszem nadrágra ezt. Ezt az orkán anyagot, vagy ilyen. Na jó, hogy szóltál, Jóska, nem nagyon szaladok el kinyitni. Pont ide gyújt az egész. Aha. Akkor nem is szoktak lent lenni, azt mondta Jóska. Pont jó. Jó sokan vannak. Furcsa állat ez a múfón is. Ugye? Nem tudom, hogy...
akkor a nők tovább élnek. Megérkeztünk. Azt teszik a muflonok.